Gál Imre a vendégem, üdvözlöm, szeretettel itt a stúdióban. Szeretettel üdvözlöm én is, és a nézőket is. Imre, azért hívtam be ide a stúdióban hozzánk, mert van egy olyan daganatos megbetegedés, amiről nem olyan sokat beszélünk, pedig ez az egyetlen olyan fajtája ennek a betegségnek, amiből talán, amit el is lehetne kerülni, szinte 90%-ban el lehet kerülni, hogyha megfelelően felkészülünk és megpróbáljuk megelőzni. Ez ugye a HPV vírus, tehát ez a humán papilloma vírus okozta méhnyakrák megbetegedés tulajdonképpen, amiről beszélünk. Milyen fajta vírus ez? De a HPV, a vírus, az okozza tulajdonképpen, ahogy mondja, a méhnyakrákot döntő többségben, és a méhnyakrák az valóban nagyon nagy mértékben megelőzhető, és tulajdonképpen egyedülálló abban a tekintetben, hogy megelőzhető, és erre tulajdonképpen egy védőoltás az, ami az eszközünk. A védőoltás pont ennek a vírusnak, a HPV vírusnak a megakadályozására szolgált át, hogy ez kifejtse a hatást. Ugye pont ilyen vírusos időket élünk, és mindenki kicsit jobban képbe van ebben a témában, és ugye a vírusok azok valamit beindítanak az emberi szervezetben. A daganatos megbetegedés esetén, tehát méhnyakrák esetén a HPV vírus a méhnyakrák falán indít el olyan burjánzást, ami maga a daganat. Ez a kialakulásához vezet. Igazából ez egy hosszú folyamat, de ha ezt a folyamatot sikerül megakadályozni, úgyhogy ez a vírus ne tudjon működni, akkor nyert ügyünk van. Tehát erről beszélgetünk most. De a HPV vírusnak rengeteg típusa ismert, jóval több mint száz típusa ismert, és ezek közül különböző veszélyességűek vannak. Az emberek, főleg ugye a nőkben, de férfiakban is okoz problémát ez a HPV vírus, de attól függően, ahogy mondom, hogy milyen típusúak, különböző problémák jelentkezhetnek, és a két legveszélyesebb típus egyébként 16-os és 18-asnak nevezett, ez döntő többségben ezek okozzák a méhnyakrákot. Milyen jelei vannak annak, hogy valószínűleg megfertőzöttünk ezzel a vírussal? Ugye a HPV nagyon sokan, legtöbb esetben úgy érik meg, hogy semmilyen tünetet nem észlelnek magukon. Tehát nagyon nehéz ezt megmondani, viszont van olyan teszt, ami egy egyszerű vizsgálattal kimutatható. Tehát mi éppen azért, mert veszélyes tud lenni, nagyon súlyos következménye lehet, ezért ugye nem csak az oltásról beszélünk, mint a vírus leküzdésének a módjáról, hanem arról is beszélünk, hogy bizony a nőknek el kellene menni nőgyógyászhoz. Itt az ajánlott az a 3 év. Na igen, ezt akartam, hogy milyen időközönként kell menni, mert hogyha most mindenki egy picit magában néz, akkor lehet, hogy talán több mint 3 év is eltelt, miután legutóbb nőgyógyásznál járt. Hát igen, lehet, hogy azért, mert ugye nincs időnk, rohanunk hétköznap, nem fordítunk elég figyelmet rá, de igazából nem is vesz sok időt igénybe egy ilyen vizsgálat, nem, Imre? A Magyarországon 3 daganattípusra van szűrővizsgálat, szervezett szűrés. De ez a szervezett szűrés azt jelenti, hogy az érintettek korosztálynak megfelelően értesítést kapnak róla. Nagyon ismert, talán legismertebb és legrégebb óta létező szervezett szűrővizsgálat. Ez az emlőszűrés, a mammográfiás vizsgálat. Erről korábban mi már beszélgettünk ennek a témának a kapcsán. Ez éppen 20 éve van Magyarországon ilyen szervezett szűrés formájában. A méhnyakrákkal kapcsolatban szintén szervezetten 25 és 65 év közötti hölgyek 3 évente kapnak elvileg meghívót, tehát ha nem kapnak, akkor is a nőgyógyászokat érdemes lenne fölkeresni. A nőgyógyászati vizsgálat az sokkal több mindenből áll, mint csak egy méhnyak szűrés, és bármilyen egyéb elváltozást a nőgyógyász meg tud állapítani. Nagyon sok esetben ugye az a lényeg, hogy ha bármilyen probléma van, azt időben elkezdjük kezelni. Tehát éppen a méhnyakrák az, és a HPV kapcsán el kell mondani,
hogy nagyon lassan alakul ki maga a méhnyakrák. Tehát a sokáig munkálkodik az ember. Sokáig munkálkodik ez a vírus, amíg ezek a változások ugyan hamarabb elkezdődnek, de pont ezt a változást, és ezt úgy hívjuk, hogy rák megelőző állapot, ezt a változást nagyon könnyű felismerni. Tehát egy szakember, egy nőgyógyász, az fölismeri ezt a változást, és tudja kezelni akkor, amikor még ez nem okoz problémát. Általában a daganatos megbetegedésekkel az a baj, hogy nem okoznak problémát, és amikor már problémát okoznak, akkor nem lehet jól kezelni őket, és ezért van sajnos Magyarországon is elég magas halálozási aránya a méhnyakrák megbetegedéseknek. És épp arról beszélünk, hogy ennek nem kellene így lenni, hiszen egyrészt maga a vírusfertőzés, ezt teljesen meg lehetne szüntetni, és hát ha az egész világot nézzük, akkor a nők körében ez a második leggyakoribb daganatos megbetegedés. Magyarországon nem ennyire súlyos a helyzet méhnyakrák tekintetében, de hogyha az európai populációhoz viszonyítjuk magunkat, hát itt élünk Európában, és ezt így szoktuk, és körülnézünk Európában, akkor bizony vannak olyan országok, például a skandináv országok, akik jóval előttünk járnak, és éppen azért, mert még amikor a HPV oltás nem létezett, ők már akkor is nagyon nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a nők ezt a nőgyógyászati vizsgálatot rendszeresen évente, két évente, három évente végeztessék el, menjenek el nőgyógyászhoz, akkor kiderül, és nem alakul ki tulajdonképpen maga a rák. Hát, hogyha ezt nem sikerül elkerülnünk, tehát már sajnos valamilyen tünetet észlelünk magunkon. Például, mert ugye ez a HPV, ez a nyálkahártyát, a bőrt, a hámsejteket támadja meg, ugye ezeknek a túlbúrjánzásáról van szó tulajdonképpen. És hogyha már találkozunk valamilyen tünettel, tehát például egy szemölcs megjelenik a bőrünkön, akkor már következtethetünk arra, hogy itt valami nem jó, menjünk el bőrgyógyászhoz, és mennyire gondoljunk arra, hogy akkor itt lehet, hogy már nemi, tehát hogy a nemi jellegeknek is lehet valamilyen problémája, tehát hogy csak intim úton terjed ez, vagy lehet, hogy teljesen különálló okai is lehetnek annak, hogy hol és mikor fedezzük fel a tüneteket. A HPV az alapvetően nemi úton terjedő vírusfertőzés, úgyhogy a kockázatot, hogy minél gyakrabban találkozunk ilyen vírussal, minél könnyebben fertőződünk meg, annál nagyobb a kockázata annak, hogy később ebből kialakul a méhnyakrák. Például a méhnyakrák, de fontos megjegyezni, hogy a HPV vírus maga az nem csak méhnyakrákot tud okozni. Férfiakban a hímvesszőn előfordulhat rá, ahogy említette, különböző ilyen szemölcs jellegű daganatok is kialakulhatnak, elváltozások, és a szexuális szokások változnak időről időre. Tehát a nemi úton terjed ez a betegség, és nagyon gyakran például szájüregi rákokat is okoz. Ezek pedig régebben ugye kevésbé voltak gyakoriak, és mostanában sokkal nagyobb a gyakoriságuk, és ez nyilvánvalóan összefügg a szexuális szokásokkal. Tehát jó arról tudni, hogy ez nem csak a HPV, mert arról is beszélgetünk, nem csak a méhnyakrákról. Tehát a HPV az igenis veszélyezteti egyrészt a fiúkat, férfiakat is, másrészt ugye a nőknél is különböző daganatok fordulhatnak elő. Végbélnél is előfordulhatnak daganatok, a fejnyaki daganatokat már említettem. Mert a megelőzés szempontjából nagyon fontos, hogy megkapjuk a védőoltást, és ez tavalyi év óta már elérhető a fiúk számára is. Tehát amiről most konkrétan még nem beszéltünk, hogy Magyarországon mi a helyzet a védőoltással kapcsolatban, ez 2014 óta akkor még csak a lányok számára ingyenesen elérhető. Igen, hát, emlékszem, hogy gimnáziumban szóltak, és nekünk osztályszinten minket lányokat kivettek az osztályból, és mondták, hogy akkor most megyünk HPV-oltásra. Tehát ezek az emlékeim megvannak. Ez azt hiszem, hogy egy nagyon nagy előrelépés az egész méhnyakrák megelőzés és a HPV elleni küzdelemben,
hogy ez az oltás elérhető, és mi mindenkit arra bátorítunk, hogy fogadja el ezt az oltást, mert minél nagyobb az átoltottság, szerencsére ez most Magyarországon HPV tekintetében jól állunk, minél nagyobb az átoltottság, annál kisebb a valószínűsége, hogy ez rákos megbetegedést okoz. És ugye tavaly óta, ahogy említettem, már a fiúknál is elérhető, tehát ingyenesen ugyanez a korosztály megkapja ugyanezt az oltást. Ennek az oltásnak különböző típusai vannak, tehát most egy olyan a fiúk egy picit más oltást kapnak, mint amit régebben kaptak a lányok. Tehát előre léptünk, itt is ugye a tudomány fejlődik, és nagyon jó, hogy ez finanszírozott, tehát teljesen ingyenes. Most amit még talán érdemes tudni, hogy most a 12 éves, körülbelül 12 éves korosztályról beszélünk, tehát ami ennek az oltásnak a lényege, hogy akkor igazán hatékony, amikor még a szexuális élet nem kezdődött meg. Ha ebben a korban ezt megelőzően kapja valaki, akkor tud igazán jól hatni ez az oltás, de később sem árt, sőt, később is nagy mértékben használ. Tehát ha valaki megteheti, és ezt azért nőgyógyászok ajánlják, bár ugye felnőtt korban ez már nem támogatott, és viszonylag drága ez az oltás, de nagyon megéri, hiszen ugye a saját egészségünkről van szó, hát elsősorban a gyerekeink egészsége az, amiért a legtöbbet mindenki megteszi, de gondoljunk saját magunkra is, és tegyük meg, ha van lehetőségünk. Így van. És egyébként még mielőtt lezárjuk a beszélgetést, ugye interneten találni mindenfélét, hogyha beütjük, hogy HPV vagy bármire rákeresünk, akkor nagyon sok mindent találunk, és például olyat is találunk, hogy otthoni HPV teszt. Na most ezekkel a tesztekkel kell vigyázni, mit kell róluk gondolni, vagy nem tudom, mennyire megbízhatóak ezek? Én azt gondolom, hogy mindenki keresse meg a nőgyógyászat, ahogy már említettem, hiszen tényleg egy nőgyógyászati vizsgálat sokkal több, mint egy HPV teszt, és hogyha akármit is mutat a teszt, annak az eredményével azt gondolom, különösen, hogy egy pozitív tesztünk van, akkor annak az eredményével úgyis szakorvoshoz kell fordulni. Tehát szerintem jobb azt a nőgyógyásznál kezdeni, és vele egyeztetni. Tehát még egyszer, hogyha így most összefoglaljuk, igen. Tehát ami minden nőnek ajánlott, az, hogy legalább 3 évente, de hogyha valakinek tényleg az életritmusa azt hozza, és azt gondolom, most egy pillanatra még a férfiakról beszélve, hogy férfiként pedig 50 év fölött különösen, de bizonyos esetekben... Ja, akkor előre haladtál a nő a kockázat? Már korábban a prosztatarák. Igen. Ugye tekintetében 50 év fölött évente urológushoz menjünk el. Na hát, ha ezt a férfiak meg tudják tenni, reméljük, hogy megteszik, hallják és elmennek. A nők ugyancsak menjenek el, ez nincs korhatárhoz kötve, úgy, mint a férfiaknál az 50. A nők ugye eleve gyerekvállalás kapcsán jóval előbb járnak nőgyógyászhoz, csak a problémát az okozza, ha ezt abba hagyják. Tehát ne hagyják abba, ha jártak nőgyógyásznál, ha nem jártak nőgyógyásznál, akkor pedig menjenek el, mert a saját életük múlhat ezen. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy évente keresse fel a nőgyógyászát, de hogyha egy év kimarad, az még mindig nem baj, csak ne legyen sok idő két ilyen vizsgálat között. És akkor azt hiszem, hogy ezt a betegséget, ezt el tudjuk kerülni. És azt hiszem, ez a célunk. Így van, pontosan. És azért is beszéltünk most róla, és nagyon köszönöm, hogy befáradt hozzánk. Köszönöm szépen. Örülök, hogy itt lehettem.